Szakály Dénes a labda mögött. És Dajnovics bár beleér, megvan a második paksi gól, ember hátrányban szerzi meg a második találatát, a hazai együttes, és Szakály picit bele is sérül, hiszen a lövését követően ütközött az egyik vendégvédővel, de szerencsére nem történt komolyabb probléma, tudta folytatni a mérkőzést. Láthatjuk még egyszer, Danilovics bár a bal kezével még felnyúl, nem tud hárítani, bepattan a labda, 2-0 ezzel a Paksnak.